Különböző statisztikák szerint egy átlagos napon elképzelhető, hogy 7 pszichopata mellett is elsétálsz az utcán. Emellett pedig azt mondják, hogyha valaki 75 éven keresztül él, amelynek nagy részét emberek között tölti szociális helyzetekben, akkor élete folyamán elkerülhetetlenül is találkozni fog minimum egy sorozatgyilkossal. Nos, ezekből az elképesztő statisztikákból elindulva, ma összegyűjtöttem nektek a világ legveszélyesebb rabjait, akik akár még azután is hatalmas csapásokat tudtak mérni az emberekre, hogy már rég rácsok mögé kerültek. Charles Manson. Charles 2017-es haláláig a valaha volt egyik legbefolyásosabb embernek számított, aki még bebörtönzése után is a rácsokkal elzárt cellájából is képes volt híveit elképesztő dolgokra rávenni. Fiatal korától kezdve Manson bűntények miatt börtönök és javítóintézetek között ingázott folyton, ami idő alatt felfigyelt a Beatles nevű együttesre. A zenéik annyira magával ragadták, hogy megszállottan hallgatta őket, sőt, az egyik számuk, a Helter Skelter elmondása szerint arra késztette, hogy egy apokalipszist robbantson ki az emberek között. Megszállottan hitt a káoszban, és néhány év alatt egy szektát épített ki Manson Family néven, ahol hasonló gondolkodású emberekkel tudta magát körbevenni. Ezeket az embereket pedig rávette arra, hogy különböző ártatlanokkal végezzenek, így összesen 9 ember halála köthető Mansonhoz. Miután elítélték, életfogytiglant kapott ezek miatt a felbújtások miatt, bár ő maga sosem ölt, csak embereket vett rá maga helyett. Charles Bronson. Egy újabb rémisztő bűnöző, akinek az életét még filmként is megörökítették. Az 1952-ben született férfi több hamis személyazonosságot is viselt, azonban névtől függetlenül az biztos, hogy Anglia egyik legagresszívebb bűnözője, majd később a börtönben rabja is volt. A legszigorúbb börtönökbe zárták, fegyveres rablás sorozata, zsarolás, gyilkossági kísérletek és hamis tanúzások sora miatt, és a börtönben pedig rengeteg rabot vert meg. Életfogytiglani büntetést kapott, így saját bevallása szerint, mivel már úgy sem juthat ki, úgy érzi, nincsenek előtte szabályok, ezért ha például valaki furcsán néz rá, azonnal neki ront. Mark Chopper Reed. Mark Ausztrália egyik legveszélyesebb rabja volt egészen 2013-ig, mikor is Mairákban elhunyt. Országszerte mindenki rettegett tőle, és még világszinten is elterjedt a híre a brutális büntettei miatt, aminek hatására még filmet is készítettek róla. Az 1954-ben született férfi apja, a koreai háborús veterán nagyon szigorú körülmények között nevelgette pár évig, majd végül egy gyermekotthonba adta, ahol végül fel is nőtt. Már tiniként hírhet volt az utcán, mivel rengeteg verekedésbe keveredett, és nem sokára egy saját utcai bandát is alapított. Velük együtt drogdílereket kezdtek el kirabolni, majd őket elrabolni és borzasztó kínzások közepette vallatni arról, hol vannak az értékei és rejtett pénzei. 20 és 30 éves kora között összesen csak 13 hónapot töltött szabadon, folyton valamiért büntetést kellett leülnie. Fegyveres rablással, erőszakos bűntényekkel és még emberrablással is elkapták, ami miatt életfogytiglani büntetést kapott. Megpróbált kiszökni a börtönből, de a füle sosem fért át a rácsokon, ezért egy este eldöntötte, hogy levágja mindkét fülét, aminek következtében már át tudta dugni a fejét a rácsok között, de ekkor rájött, hogy igazából a fején kívül semmi más nem fér itt át. Ez elég jól mutatja, milyen brutális módszerei vannak, és mennyire keveset foglalkozik a következményekkel, mert teljesen nyilvánvaló, hogy a testének a többi része nem fért volna át egyáltalán azokon a rácsokon. Rodney Alcala. Rodney jelenleg halálbüntetésének végrehajtását várja Amerikában, mivel az 1900-as években társkereső gyilkosként elhíresülve több nő életét is elvette. Az 1978-as show műsorban egy sármos és intelligens ember képét mutatta, ami pontosan az az álcája volt, amivel a nőket is elcsábította, és 4 államban végzett velük beteges fantáziáját kiélve. Kaliforniából, New Yorkból és Washingtonból összesen 5 gyilkosságot tudtak rábizonyítani, minden kétséget kizárólag, de a valóságban a rendőrök több nő halálát is hozzákötik, csak éppen nem volt elég bizonyíték ellene, azon
azonban elmondásuk szerint akár 130 embert is kivégezhetett. Módszere leginkább a legszörnyűbb kínzáshoz hasonlított, ugyanis az elrabolt áldozatokat addig folytogatta, míg elájultak, majd megvárta, hogy magukhoz térjenek, és akkor előről kezdte, egészen addig, még végül meghaltak a trauma közben. Ezek után a holttesteket mindig lefotózta, amelyek képeiből összesen ezret meg is találtak a lakásán. Emiatt a felfoghatatlan gyilkosság sorozata miatt a mai napig is az egyik legveszélyesebb rabnak tartják az egész világon. The Red Ripper, vagyis Andrej Romanovich. Andrej az egyik legrettegettebb sorozatgyilkos volt az 1900-as években, ami éppen gyerekkora miatt alakult így nagy eséllyel. A más néven Rostovi Rém néven ismert férfi összesen 44 nővel végzett, akik közül többet is megerőszakolt és megcsonkított 12 év alatt, mire 1990-ben lekapcsolták. Mikor letartóztatták, 56 gyilkosságot is be, de nem volt hajlandó tetteit megindokolni, vagy a holttestek hollétét felfedni. 1992-ben halálra ítélték, majd 94-ben ki is végezték, de még a mai napig is Oroszország egyik legbrutálisabb gyilkosai közé sorolják. Említettem gyerekkorát is, nos apja, Roman és anyja állandóan szitta, verte és megalázta, ráadásul folyamatosan éheztették otthon. Életében először 12 évesen ehetett kenyeret. Hatalmas, visszafordíthatatlan traumák alakultak ki benne, így a pszichológusok azt mondták, gyerekkora és amiatt kialakuló mentális betegségei miatt vált ilyenné. Michael Svangu. Michaelhez köthető az egyik legförtelmesebb büntet, amit csak el lehet képzelni. Több mint 60 ember halálát okozta, köztük több kollégájának, barátainak és feleségének is. Elismert és nagyra becsült orvosként olyan pozícióba jutott, hogy mindenki képes volt rábízni az életét, amivel a beteges elméjű férfi keményen vissza is élt. Megmérgezte ugyanis a pácienseit, és infúzión keresztül juttatta be a halálos adagokat. 1983-ban kezdte orvosi karrierjét, azonban mint kiderült, nem az embereket akarta megmenteni és gyógyítani, amire felesküdött orvosként, hanem félelmetes hatalomvágyát akarta kiélni, a szenvedő áldozatai arcát látva. Miután praktizálni kezdett, felfigyeltek rá, hogy több alkalommal is meghaltak a betegei, akiknek egyáltalán nem volt életveszélyes betegsége vagy sérülése. Végül 2000-ben sikerült lebuktatni és elítélni, amikor is háromszoros életfogytiglant kapott, annak lehetősége nélkül, hogy valaha is kiszabadulhasson. Ted Kaczynski. Ted egy orvosok által kimondottan intelligensnek talált embernek számít, azonban sajnos a géniusz adottságait rossz dolgokra használta fel. Az 1942-es születésű férfi ugyanis Amerika szerte saját készítésű bombákat helyezett el, amivel tüntetőlegesen több embert is kivégzett robbantásai közben. Nem értett egyet a kormány intézkedéseivel, emiatt káoszt és félelmet akart hozni az emberek életébe, ami sikerült is, főleg a sértettek családjainak életében. Jelenleg az egyik legvédettebb börtönben tartják fogva, maximális felügyelet mellett, és nem valószínű, hogy valaha is kiengedik majd. Moonlight Man. Nem titok, hogy a videó témáját egy cikk ihlette meg, ahol ezt az embert tüntették fel a legveszélyesebb rabként, azonban kisebb nyomozásom után nyilvánvalóvá vált, hogy ez a férfi valójában nem is létezett sosem. Kinézete már önmagában épp elég ijesztő, hogy valóban egy borzasztó bűnözőnek higgyük, de valójában csak egy 2017-es filmnek a szereplője. A Gerald's Game nevű filmben alakított egy rabot, akit direkt a lehető legijesztőbb alkottak meg, de szerencsére ettől a földön kívülinek tűnő csávótól senkinek sem kell tartania a valóságban. Úgyos kacok, ez lett volna a mai videó, hát igazából nem is tudom, ez mit lehetne még pluszba hozzáfűzni, legalábbis nekem tényleg még a szőr is felállt a karomon, meg a hátamon, vagy nem is tudom ezt hogy szokták mondani, de szóval, hogy eléggé brutális, eléggé ijesztő volt hallani azt, hogy emberek mikre képesek. Aztán pedig, hogy még a rácsok mögött is milyen elképesztő erejük és hatalmuk maradt. Pedig elvileg ugye pont azért zárták be őket, hogy ott úgymond senkik legyenek. Ehhez képest például Manson esetében továbbra is gyilkosságokat követtek el az ő kedve miatt, miközben neki már semmifajta
hatása úgymond nem volt rájuk, mert már nem is volt szabad ember. A másik pedig, hogy a bárkivel baja volt, fogta, azt megverte. Úgyhogy wow, brutális dolgok lehetnek Amerikában a börtönökben. Minden esetre ezek a legveszélyesebb rabok olyanok voltak, akiket szerintem inkább mindenki elkerülne. Úgyhogy kacok, mindenképpen csapatok egy lájkot akkor, hogyha szeretitek az ehhez hasonló izgalmas, érdekes, vagy esetleg egy kicsikét félelmetes videókat is. Emellett pedig mindenféleképpen csatlakozzatok a csapathoz, az iratkozzatok fel rám, nyomjatok meg ezt a kis csengőt, és látni fogjátok a következő izgalmas videókat is majd, amiben már nem sokan érkezik is a következő, de addig is még itt mellettem jobbra különböző izgalmas, érdekes, ismeretterjesztő és cuki videókat láthattok, úgyhogy nézzétek végig itt az összes viccelek videót, még igazából tényleg meleg szívvel ajánlom, szerintem ez a legeslegjobb csatorna az egész világon. Nagyon viccet félretéve, köszi a figyelmes kacok, nem sokan is, hogy találkozunk, addig is további szép estét, és sziasztok!